minden jelenlévőt Isten házában. Délelőtti Isten tiszteletünket megkezdjük és énekelni fogjuk a 26-os számú ének első 3 versét. Huszonhatos számú énekünk elő. Drága mennyei atyánk, aki atyánk el lettél a nagyobbik testvérünk által, Jézus Krisztus által, aki felül áldozta magát mindenkiért, így hát bennünkért is. Köszönjük szépen, hogy meghallgattad eddigi imáinkat, köszönjük szépen, hogy megtartottad életünket, egészségünket, és azért is köszönünk, hogy indítottad szívünket és lelkünket, hogy eljöjjünk ide és találkozunk veled. Köszönjük szépen mindent, amit velünk cselekedtél, de most arra kérünk, hogy áldjál meg bennünket egyen-egyenként, áld meg a szószólót, azért, aki az igét fogja szólni most az alkalommal, és áld meg a szíveket is, hogy azt megértsük, befogadjuk, de mindennek előtt meg tudjuk tartani, és a szürke hétköznapokon kivitelezni, mert tudjuk, ez nagyon nehéz az emberek között, akik körülvesznek bennünket, és akik
nem mindig vannak jó szándékkal velünk szemben. Köszönjük szépen, hogy meghallgatod gyenge imánkat, nem a mi érdemén kértünk mindezeket, Jézus Krisztus szent nevében kértünk mindezeket. Amen. Amen. Ismételten nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéri közösséget, kedves vendégeinket. Néhány kijelentéssel szeretnék a gyülekezet elé jönni, mint ahogy az már az elmúlt időben többször is volt jelezve. Most már mindössze csak egy hét választ el bennünket a gyülekezeti választásoktól. Tehát a jövő hét szombaton 9 órától megkezdődnek a gyülekezeti választások. Meg szeretnénk kérni ennek érdekében a testvéri közösséget, hogy ezen munkálatokért imában járjunk közben azhoz, hogy a gyülekezetünk jó előmenetele érdekében jól folyanak le ezek a munkálatok. És azt is meg szeretnénk kérni a testvéri közösségtől, hogy tegyünk egy kis erőfeszítést. Az az erőfeszítés abban állna, hogy reggel 9 órára már próbáljunk eljönni ahhoz, hogy a munkálatokat már reggel el tudjuk kezdeni. Köszönöm a megértést. A múlt héten ki lett jelentve, hogy a lelki pásztorunknak és kedves feleségének megérkezett az elbocsájtó levele, így hát mivel semmilyen észrevétel ezzel kapcsolatosan nem érkezett, úgyhogy szeretném megkérni mindazon éden gyülekezett tagjait, akik ifja Verebi László levette és kedves felesége Editet, úgy gondolják, hogy felvegyük a gyülekezeti névsorba, a jobb kezüket emeljék fel. Köszönöm szépen! A múlt hét délután lett kijelentve, és ezért most a délelőtt meg szeretnénk ismételni ezt a kijelentést, miszerint ennek a hónapnak az utolsó szombat délelőttjén egy különleges gyűjtésre kerül sor, amelyet az ifjabb nagykassa testvérünknek, volt lelkészünknek szeretnénk ajándékozni. Az elkövetkezendő héten egy újabb családért fogunk imádkozni, és ez nem más, mint Bégányi Rudolf és családja. Hiszem azt, hogy sok szeretettel tesszük meg a másokért való könyörgést. Most pedig hallgassuk meg a tizedért és az adakozásért való felhívást. Ma elvárjuk, hogy mindent azonnal a rendelkezésünkre bocsássanak. Azt akarjuk, hogy az összes információs válasz pár percen belül érkezzen, különösen akkor, amikor fontos döntéseket kell hoznunk. 1913-ban a dolgok egészen másként álltak. Az egyház világszéles kiterjedésével a kommunikáció egy igazi kihívásnak számított. A probléma abban állt, hogy a világ különböző országaiból érkező küldemények legjobb esetben is csak 4 hét alatt jutottak el a generálkonferencia irodájához, és az is megtörtént, hogy egy bizonyos kérdés megválaszolásában illetékes személy hetekig távol legyen az irodától egy evangélista kampány miatt. Daniel lelkész ausztráliai munkássága idején elmondta, 3 vagy 4 hétig is várakoznunk kellett egy kérdés megválaszolására. A válasz pedig gyakran így hangzott, kérjük küldjenek több információt. Gyakran 6 és 9 hónapig is eltartott, míg sikerült döntést hoznunk és cselekednünk. Felhívás. Ma olyan sok dologhoz azonnal hozzájutunk. Gyertek, legyünk ugyanilyen készségesek adakozásunkban is, és ezáltal segítsünk másoknak az örökkévaló következményekkel járó döntések meghozatalában. A mai adakozás a helyi gyülekezet költségvesztését szolgálja. Összegyűjtjük a tizedet és az adakozást. Köszönöm.
Mennyei Urunk, újból hálával és köszönhetően Te hozzád, hogy megköszönjük Te néked, hogy megtartottad életünket, hogy megtartottad erőnket, egészségünket. Köszönjük, hogy kirendeled mindennapi kenyerünket és vízünket, és megadod mindent a Te nagy kegyelmedből, megáldol minden jóval. Áld meg ezen adományokat, adjad, hogy eljutsanak rendeltetési helyükre, áld meg azt is, ami otthon maradt, és segítsél meg, hogy mi jó sáfáronként tudjunk azokkal is sáfárkodni. Áld meg továbbra is életünket, adjad, hogy mindenkor Te benned bízzunk, és Tereját nézzünk, és Te veled haladjunk az élet útjára. Áld meg ezen szentnapnak további részét is, áld meg ezen órát részünkre, hagyjad, hogy valójában felemelő legyen, és valójában, ha Te akaratodat megértve azokat, elsajátítva hozzánk intézett üzenetedet, ki is tudjuk élni a mindennapjainkban. Áld meg világszéles missziódat, világszéles világterületén mindenütt a Te népedet, akik Te hozzád fohászkodnak, hallgass meg imáikat, amelyinkkel egyetemben. Légy velünk, nem a mi érdemünkért, hanem fiad érdemért kértük, hallgassál meg. Mi ezért áldunk, dicsérünk, s magasztalunk most is, mindörökké. Amen. Amen. Imádságom. Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál. Az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál. A szenvedéseket, amit a vállamra raktál.
Köszönöm az életet, ami eddig tartott. Köszönöm a békét, a sok-sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy erőm legyen egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a vallást, köszönöm az igét, a Krisztust, a hitet. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsájtást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ez úton vezesd a lelkemet. Köszönöm, hogy szereted megtért gyermekedet. Amen. Thank you.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves testvéreinket, látom vannak vendégeink, Istennek áldását kívánom a gyülekezetre. Úgy elgondolkoztam, hogy milyen jó ez a húsvéti ünnep. Van egy magyar húsvét, van egy román húsvét. Visszaemlékezek, amikor adót szedtem, Kovácsiba mentem, és éppen azért mentem húsvétkor, hogy megkérdezem a hívektől, hogy most melyik az igazi. Mert hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mondja a református hiton. És akkor most melyik az igazi? Ha egy Krisztus van, aki feláldozta az ő életét, akkor hol a másik? És azt mondta a református tiszteletes úr, kedves uram, ne foglalkozzon magával. Ha a Bibliát olvassa, olyan, mint az őserdő, és eltéved az ember. Tehát ebben nem kell foglalkozni. És úgy feltettem a kérdést ott a híveknek, akkor mi az igazság? Van két üdvözítő, egy román és egy magyar. Gáborokat kihagyom, a cigányokat, nekik nem mondok semmit. Mert románul énekelt az énekkar is magyarul. Hát akkor kettő volt, nincs három. Kedves testvérek, egy olyan témával szeretnék foglalkozni, ami többé-kevésbé érint bennünket. Volt egy kedves alkalom, amikor Verebi testvérrel elmentünk Magyarországra. Nem tudom, ha ismerjük-e Rázinger Jánost. Ő egy tanár, és ugyanakkor prédikátor is. És volt egy lehetőségem, hogy ott egy pár hetet eltöltöttünk együtt a táborban. És feltett egy kérdés, hogy mi általában adventisták olvassuk a Bibliát. Naponta? Úgy gondoltam, hogy milyen kérdés ez, hiszen van szombatiskolánk, amit hetenként tanulunk. Előfordul, hogy még a címit is elfelejtjük, hogy mi a téma, de tanuljuk naponta. És feltenném a kérdést akkor. Van közöttünk, aki már átolvasta a Bibliát? Van. Lehet, hogy nem mindenki, de van. Van-e, amit megjegyeztünk a Szentírásban, ami egy olyan részlet volt, amit elolvastunk többször? A kedves testvér felhozta a figyelmünket arra, hogy elolvassuk a Szentírásba az egész lapokat, de el is felejtjük azokat. De vannak olyan részletek, ami érint bennünket, ami le kell kösse a mi figyelmünket. Oda kell figyeljünk jobban, mert lehet, hogy ott van egy olyan üzenet, ami bennünket igenis érint. És erre gondolkoztam, hogy akkor abban az időben, szombat reggel, és hétköznap is így történt, reggel, délben és este Biblia óra volt. Úgy, mint nálunk a szombatiskola. Mert ha nálunk a szombatiskola nem volna, akkor mi is olyan egyházak volnánk, mint a többi egyház. Mert a szombatiskola szíve a gyülekezetnek. Így tanítottak bennünket ezelőtt 50 évvel. Csak hát most már a szombatiskola már gyengül, már valahogy mindent tudunk a Bibliából. Ez alkalomkor keressük meg az Ótestamentumból Királyok második könyvét, 6. rész, és ott a témát, amit kiveszek, 8-tól 23. versig tart. Nem szeretném az egész Biblia verset felolvasni, hogy untassam a testvéreket. Egy nagyon érdekes történet van benne. Két király a főszereplő. A Samáriai király és az Izrael királya. Ha nézzük a televíziót naponta, akkor észreveszünk, hogy Izrael népe kivel háborozik? A palesztinákkal. És miért? A területért. Ma is mindig az a probléma, hogy egy kicsit több terület legyen részünkre. Na most erről a Biblia versekről azt tűnik ki, hogy az pogány király meg akarja támadni Izraelt.
Igen, köszönöm szépen, hogy vetítik, Isten. És valami történik. Nem azt mondja Elizeus, hanem Isten profétája, Isten embere figyelmezteti Izrael királyát, vigyázz, ezen a ponton az ellenség be akar törni, és óvakodjál. És amikor a hadsereget ide viszi, vagy amoda teszi, az ellenfél mindig ott találtatik. És erre a pogány király felháborodik, összehívja az ő szolgáit, és felteszi a kérdést, hogy ki közülünk köztetek a Judás, aki értesíti Izraelnek a királyát, hogy hol akarjuk megtámadni. Milyen érdekes, hogy egy király nem ismeri Izrael népének a prófétáját. És azt mondja az egyik szolga, nem úgy, édes uram, nem arról van szó, hanem van Izraelben egy király, egy próféta, Elizeus, aki amit mink a szobában megtárgyalunk, ő azt mindent tud, arról mindent értesít. És a király erről nem tud, Samaria királya, de a szolga tud, ismeri Isten prófétáját. És amit mi titkon itt megbeszélünk, ő mindent tud, és leadja Izrael királyának. És milyen tanács van? Menjetek el! Keressétek meg, hogy hol van ez a próféta, és hozzuk ide. És akkor nincsen Judás, aki elárulja a mi titkainkat. És mit mond a szolga? Igen, van egy ember, aki Izraelben van egy próféta, és nagyon érdekes, mikor azt mondja ottan, hogy hol is tartózkodik az a próféta. Dótánban. Hát akkor megvan minden oldva, megszervezi a hadsereget, a szekeret, a lovakat, és menjetek, és hozzátok el ezt a prófétát hozzánk. És akkor minden el van intézve. Milyen könnyű a gondolat, ugye? Elhozzuk, nincs Judás, nincs aki félrevezesse a népet. Egy alkalomkor aztán a prófétának a szolgája, úgy van írva, itt a 15. versén. Felkelvén pedig jókora reggel az Isten emberének szolgája. Kimenvén és imé seregek valának körülvéve a várost, lovak, szekerek, és mondanék az ő szolgája. Jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Kedves testvérek, amikor ellenségünk van, amikor problémánk van, mire gondolunk? Mi a megoldás? Hát mi a megoldás? Édes uram, hát sajnálom, mit cselekedjünk? Előfordul a mi életünkben is, mikor probléma van, hogy mit cselekedjünk? Törekedünk azon, hogy mi a megoldás, hogy szabaduljunk meg az ellenségtől. Mit tudjunk tenni? Mivel tudok segíteni, kedves szolgám? És mit mond Istennek ígéje? Ott a 16. vers olvassuk. Felele ő, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. Érdekes, hogy a próféta látta azt, amit az ő szolgája nem látott. Hogy állunk ezen a téren? Mi csak amit látunk, abban bízunk. Mi tovább a láthatatlanból nem szemlélünk, igaz? Nem tudjuk felfogni, hogy Isten angyalai tábort jár az ő félők körül. De a próféta ezt tudta. Ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint ők. Úgy olvastuk Jakab levelében, hogy illés ember volt hozzánk hasonló. Hát igen, mi is emberek vagyunk, hozzá hasonlók vagyunk. Ő is meghátrált, mi is sokszor félelem vesz körül bennünket. És akkor mit tesz az a próféta?
és imádkozik előzaul se, és mondta, ó, Uram, nyisd meg, kérlek, az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úrról szolga szemeit, és látá, és imé hegyek rakva voltak tüzes lovakkal, szekerekkel Elizeus körül. Mit cselekedett Elizeus? Próbál terveket szűnni, hogy kimeneküljünk, megszabaduljunk az ellenségtől. Nem, kedves testvérem. Ő a mindenható Istenben bízott. Imádkozott, hogy Isten nyissa meg az ő szolgájának a szemét, hogy ő is szemléje, hogy ne féljen, ne rettegjen, mert van megoldás, van szabadítás. Kedves testvérek, ezen a téren mit tettünk volna mink? Imádkoztunk volna, vagy kerestünk volna egy kiútat, hogy megszabaduljunk az ellenségtől? Vannak próbánk mi nekünk is a mindennapi életünkben. És amikor itt vannak a próbák, akkor mit teszünk? Leborulunk imádkozni, vagy megfutamodunk, vagy csinálunk egy valami tervet, kérünk segítséget. Elizeus imádkozott. Nagyon érdekes a gondolat, mert vannak problémáink a mindennapi életben. Gyülekezetben, családon, társadalomban, mindenütt vannak. És mi a megoldás részünkre? A hit, a bizalom? Tudunk mink bízni Istenbe kellőképpen, hogy ő meg tud bennünket szabadítani? És íme láthatjuk, hogy Elizeus imádkozik a szolgájáért, hogy az Úr nyissa meg az ő szemét, hogy lássa, hogy többen vannak Istennek emberei, mint az ellenség. És meghallgatta Isten az ő imáját. Meghallgatta. És látta. A Zsoltárok könyvében, amikor az ember megpróbáltatásban van, és sokszor legyünk jó hívők is, akkor is még van egy kis félelem, még mindig van egy kis olyan dolog, amiből nehezen tudunk kiszabadulni. És ott a 42. Zsoltárt szeretném idézni. Nagyon komoly figyelmeztetést kapunk mindig Isten igéjéből. És azt mondja ott a 42. Zsoltárból, ha olvassuk a 12. verset. Miért csüggetsz el lelkem, és miért nyugtalankodol bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadításom Istenének. Egy bátorítás van ebben. Miért csüggetsz el? Annyi megpróbáltatás ír, és írni fog bennünket ezután. Mert ha Istennek ígéje azt mondja, hogy nagy nyomorúság idő fog bekövetkezni. Ha így van, olvas, így olvassuk, akkor higgyük is el. De itt azt mondja Istennek ígéje, és ez nagyon figyelmeztet bennünket. Miért csüggetsz el, lelkem? Sokszor elcsüggedünk. Nagyon sokszor. És miért nyugtalankodol bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok néki az én szabadításom Istenének. Kedves testvérek, olyan jók ezek a Biblia versek, olyan sok bátorítások vannak, de jó volna, ha valóban megértenénk és bíznánk és elfogadnánk, mert amely napon nem gondoljátok, mondja Istennek ígéje, akkor jön el a ti uratok. A félelem, az aggodalom, ez tönkretesz a szervezetet, az életet. És talán ebből van legtöbb még a keresztény embernek is. Tessék csak visszaemlékezni, mikor Izrael népe elindul a fogság idejében, ahol hány évet töltöttek? 430 évet. És mennyien indultak el? 6000 ember gyermeken kívül. És a nyomában a fáraó úgy van írva 600 szekérrel, válogatott szekérrel, ami harci szekér volt, és azon kívül még sokan mentek.
És amikor ott van a vörös tenger, és az ellenség a hátadnál, van félelem? Persze, hogy van félelem. És mit mondott Mózes a népnek? Mondott valamit. Ha olvasok Mózes 2.14-nél. Az Úr hadakozik téretetek, ti pedig veszteg legyetek. Érvényes ez a Biblia vers részünkre? Hát miért nyugtalankodunk? Itt azt mondja Istennek ígéje, ilyen nagyon szépen kijelenti, az Úr hadakozik érettetek. Ti pedig maradjatok veszteg. Kedves testvérek, szükségünk van nekünk erre az ígéretre? Lesznek megpróbáltatások, így kemények, amikor a vasárnapi törvény majd ki lesz adva, majd akkor látjuk meg, hogy milyen könnyű a mindenható életünk. Igen, kedves testvérek, itt tovább menve Istennek ígéjét, amikor a próféta imádkozott, Uram, nyisd meg az ő szemét. Isten meghallgatta az ő kérését? Meghallgatta. Meghallgatta, mert erre szükség volt az ő szolgájának, hogy láthassa, hogy Isten gondviselő kegyelm ott van velünk. Igen, de mondott egy másik imát is. És amikor azok hozzá lementek, könyörgött Elézus az Úrnak mondván, verd meg ezt a népet vaksággal, és megveri őket vaksággal előzős kívánsága szerint. Jó kívánság volt ez? Tessék? Imádkozunk, hogy valaki vakuljon meg? Nem hiszem. Egy keresztény ilyet nem tehet. És milyen vakságról volt szó? Lelki vagy fizikai? Tessék. Nem fizikai, lelki. Mondja Isten neki, hallni, hallgatnak és nem értenek. Látván látnak és nem ismernek. Van ilyen itt Bibliában? Van. Hát ez a nép is ilyen vakságot kapott. És akkor tovább megyünk a gondolattal. És mondanék Elizeus, nem ez az út, sem ez a város. Jertek el én utánam, ahhoz a férfi vezetlek titeket, akit kerestek, és elvezeti őket Samáriában. Amikor a proféta ezt mondotta az ellenségnek, hogy elvezetlek ahhoz az emberhez, akit ti kerestek. Igazat mondott? Na, majd meglátjuk későbben. Látom, Márton én mondja, hogy nem mondott igazat. De elvezette őket? Elvezette. Valahogy úgy olvastam, hogy ez a Dántó és a Samária fővárosa, mind a kettő egy város volt, a távolság körülbelül 30 kilométer lehetett. És tessék elképzelni, hogy egy hadsereget, szekére, lovakkal felkészülve, vezeti egy úton, ennyi ilyen távolságban. És nem kérdeznek meg semmit, de hát mi a helyzet akkor? Hát azt mondták, hogy itt van, és nem ott van, és akkor most mi van? Senki nem kérdezett semmit 30 kilométernyi távolságon. Elképzeljük ezt a dolgot? Lehet. Úgy van írva, hogy nem kérdezték meg semmit. És tovább menvén. Tehát Elizeus imádkozott először is a szolgájának, Isten nyissa meg a szemét, hogy szemléje az ellenséget, hogy lásson. Aztán imádkozott, hogy ez a nép, aki őtet keresi, verje meg vaksággal. És elvezette oda a helyre, ahová nem ők akartak menni. És akkor, hogy olvassuk tovább a 20. verset, és mikor bementek Samáriában, mondta Elizeus, ó Uram, nyisd meg ezek szemeit, hogy lássanak, és megnyitá az Úr az ő szemeiket, és látának, és Simé Samária közepében vannak. Érdekes ez a dolog. Egyszer kérem az Urat, hogy verje meg vaksággal, aztán meg kérem azt, hogy nyissa meg a szemeiket, hogy lássák, hogy hol vannak tulajdonképpen.
Itt van egy nagyon érdekes fordulópont, ami az embernek a gyarlóságát is jelzi. Képzeljük csak el, mi történik itten. 21. vers. Az Izrael királya pedig, mikor látta őket, mondta Elizeusnak, vágván, vágassam-e őket, atyám? Ez az ember nem, proféta nem kért, hogy pusztuljanak el, hanem elvezette, félrevezette őket, és elvezette a város Izraelnek a központjában. És egy király kezében van az ellenség, és most már azt kérdi, hogy vágassam le őket. És a proféta olyan szépen válaszol, és egy nagy tanúságra elég belünk. És mondta, ne vágasd le azokat. Ne vágasd, leszoktad-e vágatni azokat, akiket karddal és kézivel fogsz el? Adj nekik kenyeret és vizet, hogy egyenek, igyanak, és elmenjenek az ők urokhoz. Találkoztak Elizeussal itt ezek az emberek? A pogány, még az Izrael királya is azon volt, hogy pusztítsam el, mert most az ellenség a kezemben van, ugye? Hát most itt vannak. Hát ezek támadják az országot, hát most van egy alkalom, hogy pusztítsam el őket. Azt mondja a proféta, nem. Adj nekik kenyeret, vizet. És mi történt itten? És nagy lakomár szerzett nékiek, és miután ettek, ittak, elbocsátta őket. Ők pedig elmennének az ő urokhoz, és ettől fogva többé nem jöttek Szíriában portyázó csapatok Izrael földjére. Egy egyszerű történet. De mond valamit részünkre? Ha csak elolvasom egyszer, vagy kétszer, nem sokat értek. És azt mondta Reisinger testvérünk, hogy vannak biblia idézetek, amit többször el kell olvasni. Nem végiglapozni a Bibliát, elszaladni, és már holnap el is felejtem, mit olvastam, hanem megállni, gondolkozni. Jaj, jaj, Uram, mit cselekedjünk? És mi, mire vagyunk képesek? Cselekedni valamit. Menekülni, vagy támadni. A proféta nem ezt tette, imádkozott. Az imának nagy hatása, ereje van. És tanuljuk meg. Elizeus imádkozott a szolgája, hogy gyissa meg a szemét. Imádkozott az ellenségért, hogy az Isten vakítsa meg őket, hogy ne ismerjék fel őtet. És mondja, nem ez a város, nem ez a hely. Gyertek, én elvezetlek benneteket. És elvezette? El. Találkozott Elizeussal? Persze, hogy találkozott. Hiszen ő mondta a királynak, hogy ne bánsd, adj neki kenyeret, vizet. És aztán elbocsátotta őket. Az idő már lejár, de még egy gondolattal tartozok. Elizeus, úgy olvassuk, ember volt, hozzánk hasonló. Mit kért Elizeus Istentől? Mit jelentett ki Akáb idejében? Három év és 6 hónapig nem lesz eső. Volt eső? Nem volt. Aztán imádkozott, hogy legyen eső. És jött az eső? Jött. A föld megtermette a gyümölcsöt? Igen, egy tanúság. Egy ember hozzánk hasonló, de Isten embere volt. És Elizeus úgy mondta a királynak, hogy az Isten embere jelentette ki. Mi Isten gyermekei vagyunk, ugye? Vagyunk, vagy nem vagyunk? Adnám mindenható Isten, hogy valóban Isten gyermekei legyünk. Áron nagyon forsírozta az újjászületést. Igen, mindnyájan megkeresztelkedtünk vízáltal, és amikor kijöttünk, újjászülettünk. Irítség, nagyra vágyás, féltékenység, ezek már nincsenek bennünk, ugye? Hát újjászülettünk. Emlékszünk rá, amikor Nikodénussal beszélt az Úr Jézus Krisztus? Egy vezető ember volt, biztos meg volt keresztel, sőt, Izrael gyermeke volt. És azt mondja neki, szükség néked újjászületni. Lehet, hogy ezt mondaná nekünk is,
akik adventistáknak mondjuk, vagy vagyunk magunkat. Igen, Elizeus Ille is egy nagy munkát végzett. Amikor ezt kijelentette, akkor azt mondta az Úr, na most már menj el. Először a Kéri patakhoz, onnan majd a Holló táplál, nem volt esélyvíz, megszűnt Erit Samariában, és egy özvegyasszony majd gondodat viseli. Elment, ott volt 3,5 valamennyi ideig, és szól az Úr, hogy menj vissza. És a király Akháb az ő jó szolgájával elindultak egy út felé, azért, hogy a forrásnál hát, ha valami fűvet találnának, hogy a jószágok már ne pusztuljanak-e, hogy maradjon meg valami. És egy adott pillanatban megjelenik Illés, és Akháb szolgájával szembe megyen, és mikor ránéz, te vagy Illés? Uram, te vagy? Igen, én vagyok. Leborul és imádkozik. És azt mondja, Illés, menj el, mondd meg gazdádnak, hogy itt vagyok, Uram, nem megyek. Hiszen te nagyon jól tudod, hogy mennyi embert az ő felesége elpusztított. És csak én maradtam. Én szolgálok. Én is elrejtettem 100 embert, ugye? 50-es évvel a ballangban tápláltam. Hát képzeljük el, csak a király asztaláról 100 embert kér. Hány évig? 3 évig? 3,5 évig. És miért küldesz? Hogyha én elmegyek, találkozok vele, téged az Úr lelke elragad, és engem elpusztít. És amikor találkozott Akháb Illéssel, mit kérdezett? Te vagy Izrael megháborítója? És mit mondott erre a próféta? Nem, te. És a te atyáid, mert ott hagyták az Úr törvényét, eltértek az Úr törvényétől. És mit mond a próféta neki? Menj, gyűjtsd a Kármel hegyére Izrael népét, és azokat a prófétákat. Hány prófétát vitt oda Akháb? Először is a próféta volt 450, ugye? És aztán még volt 400 az asán. 850 ember. És amikor Illés odáll, azt mondja a nép előtt, még ma választhatok, hogy kinek szólja. Ha az Isten az Isten, őt te szolgáljátok, ha pedig nem, szolgáljatok a Baálnak tovább. Kedves testvérek, egy ilyen próféta, aki kiállott, és amikor az áldozat idejét bemutatta, mi történt ott? Ezek a próféták mind szépen visszamentek, ugye? A Kéri pataknál mindegyiket megölték. Kedves testvérek, egy Illés, egy próféta, aki ilyen nagy dolgot tett, művelt, és egy adott pillanatban megfutamodik. Megfutamodik azért, mert a király felesége tudomást szerzett, hogy mit tett Illés, és azt mondta, az én isteneim, nem az élő Isten, az én isteneim meg fogja büntetni, hogy holnap ő is erre a sorsa jut. És Illés mit csinált? Elmenekült, ott hagyta a szolgáját, és elment. Elment egy ballangban. És mit kérdett az Úr tőle? Mit csinálsz itt, Illés? Hát nem az a te megbízatásod. És mit mond Illés, oda megy a fallá, és könyörög az Úrnak. Uram, vedd el az én lelkemet. Kívánt a halált? Isten embere kívánja azt, hogy vedd el az én lelkemet. Csak egyedül maradtam próféta, engemet is halálra kerestek. És mit mond az Úr? Még 7000 próféta van, aki nem hajtott térjet, és aki nem imádja pogány Isten. Még van 7000. De Illés kívánta az ő halálát. Van egy másik próféta. Nem olvasom a Biblia verset, már látom, öcsi, nézd a Biblia verset. Jónást emlékszünk Jónásra? Mi volt az üzenete? 40 nap, és Ninive el fog pusztulni. És ő bejárta a falut, elvégezte a munkát, kimegy a város szélére, és várja, hogy az Úr cselekedjen a megbízás által. És
Hát képzeljük el, mikor jó meleg nap süt, és ottan kell egy kunyhóban ülni, és várni, na nézzük, hogy teljesedik. És az Úr, lássátok, milyen gondviselő. Egy tököt termel ottan, árnyékot tart, és milyen jól érezt ott magát alatta. És másik napra jött egy féreg, elszúrta, elhervadt, és a proféta Jónás bánkódott. És mit mond az Úr? Te bánkódol ezen? És én hogy ne bánkódnák a nagy nép, a nagy város felett? És azt mondja a proféta Jónás, jobb meghalni, mint élni. Lássátok, kedves testvérek, Isten gyermeke, aki nagy munkát végez, és mégis hová jut, kívánva kínválja a halált. Szeretném még egyszer idézni azt a Biblia verset. Jaj, jó, jó mesterem, uram, mit cselekedjünk? Mit cselekedjünk? Itt az ellenség, itt vannak a problémák. Mit cselekedjünk? Az ellenség a hátunk mögött, a nagy víz, a vörös tenger előttünk, és azt mondja az Úr, indulj. Hát hogy induljak? És azt mondja Mózes, a vezető a népnek, ti csak maradjatok veszteg, majd az Úr fog cselekedni helyetek. Kellett hit? Azt hiszem, kedves testvérek, hogy nagy hitre van szükség. Adja az Úr, hogy ez a hit, amely volt akkor Mózesnek, Elizeusnak, legyen az a hit a mi hitünk is. Ne futamodjunk meg. Jönnek megpróbáltatások. Jönnek. Még most a szombat szabad. Mindenki nyugodtan ülhet a gyülekezetben. De egyszer az ajtó bezáródik, egyszer a vasárnap törvény kikerül, és a munkahely megszűnik. Ami máma van, és holnap nincs. És akkor kérdezzük meg, jó mester, most mit cselekedjem? Csak egy gondolattal szeretnék jönni. Amikor az ágyülekezetben laktam, Rábácsit, nem tudom, sokan ismerik? Egy nagyon gyenge biciklivel járt minden péntek este a gyülekezetbe. És az udvaron volt egy kút, egy vezeték, és ő mindig odament, és lelakatolta a kerékpárját ott jó lánccal. Mondom, ne tessék lelakatolni, hát nem viszik azt el. Gábor testvér, az Úr nem azért küld az angyalát, hogy az én biciklimre vigyázzon, hanem hogy én rám vigyázzon. És amit én meg tudok csinálni, azt ne bízzam én az Úr angyalára. Az Úr angyal majd vigyáz én rám, azt mondja, és nem felejtem el, hogy ő neki ilyen hite volt, ilyen meglátása volt, hogy az Úr angyala tábort jár az ők félők körül. De csak az ők félők körül, nem minden, csak akik elfogadják ők. Kedves testvérek, amikor jönnek a megpróbáltatások, feltesszük a kérdést, hogy mit cselekedjünk? Ne cselekedj semmit, azt mondja Mózes. Maradj veszteg, majd az Úr gondoskodik rólad. Legyen ilyen hitünk, ilyen bizodalmunk, legyen ilyen reménységünk, mert ez fog bennünket átsegíteni a megpróbáltatásokon. Kedves testvérek, elnézést kérek, lehet más témáról akartatok hallani, de ajánlom, hogy nekem is ajánlta valamikor Reisinger testvér, vegyék egy Biblia részt, olvasd el kétszer, még hatszor is, ha elolvasod, mert van részedre üzenet, vagy itt, vagy ott. És ez a Királyok könyve második könyvéből 6. rész 8-tól 23. versig. Olvassuk el többször odahaza, hogy nem mi cselekedjük, hanem bízzuk az Úrra, majd ő gondot visel. És ha imádkozol, hogy az Úr nyissa meg a mi szemünket, hogy lássuk, akkor meg fogja nyitni. De kérjük az Urat, hogy segítsen erre az ő kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünk befejezésére a 125-ös számú éneket fogjuk elénekelni. Atyánk, hálát és köszönetet mondunk végtelen kegyelmedét. Köszönjük, jó atyánk, hogy nem hagytál bennünket a bűnnek mospárjában. Köszönjük, hogy elküldted egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, drága megváltónk, lejöttél, és drága életedet feláldoztad érettünk bűnösekért, azért, hogy általad te benned üdvösséget és örök életet nyerjünk. Köszönjük, atyánk, hogy a mindennapi életünkben megnyilvánul isteni gondviselő kegyelmed. Köszönjük, hogy nem hagytál magunkra, szent lelked által vezetel, irányítasz és tanítasz bennünket. Segíts, hogy a te ígeid, a te igazságod megvilágosítsa mi elménket, a mi értelmünket, és azt az útat,
amely te hozzád vezet. Jó atyánk, amiképpen te megáldottad ezt a drága napot, a szombatnapot, kérünk, küld áldásodat drága népedre, gyermekeidre. Különösen megkérünk, jó Istenünk, könyörülj meg néped között, betegjeinken. A te áldott isteni szent lelkedet ne vondd meg tőlük sem, habár nem tudnak eljönni hajlékunkban, hogy itt együttesen téged dicsőítsünk. Áld meg őket, jó atyánk, ott a távolban, lakásukban, talán a kórházi ágyakban. Éreztes velük ki szombatnapi áldásodat. Hisszük, ígéreted szerint nem sokára el fogsz jönni, és akik készen lesznek, s akik készülnek a te veled való találkozásra, elviszed dicső országodban. Kérünk, atyánk, a drága napnak a délutáni óráiban is, jöjj, drága szent lelked által, légy közöttünk, tanítsál, oktassál, és készítsél fel bennünket arra nagy dicső napra, amikor megjelensz az égnek felhőjében, hogy elmondhassuk mi is, itt van a mi Istenünk, a mi üdvözítünk, akit mi várunk, segíts, hogy várjuk dicső eljöveteledet, és mi áldjuk, magasztaljuk neved most is mindörökké. Amen.
Sok szeretettel várok mindenkit a délutáni 5 órakor kezdődő istentiszteletre. Addig is mindenkinek egy békés déli órát és jó étvágyat.